Hosszú és szép és nagy felkonferálást is mondhatnék, de egyszerűen csak úgy kezdem, nagyon büszke vagyok rád, Kárász Robi. Az előbb elhangzott egy mondat itt a szádból, azt mondtad, hogy 10 milliónak is örültem volna ehhez képest, és innentől fogva tiéd a szó, mert 7. jótékonysági maci aukció, és tudom, hogy az egyik legnemesebb kezdeményezés ebben az országban, hiszen az összes bevételt fogyatékossággal élőknek az élethelyzetének a javítására költitek. Robi, tiéd a szó, szia! Ja, hát ez most ne legyen ilyen kortárs beszéd, de köszönöm szépen, hogy ilyen szépen felvezett. De legyen. Én mindig azt szoktam mondani, hogy tegnap az aukción is azt mondtam, hogy ez a 7. árverésünk, jótékonysági maci árverésünk volt, hogy nem rólam szól. Sőt, még azt is mondhatnám egyébként, hogy ez nem is az alapítványnak a tagjairól, tehát a kuratórium tagjairól szól, hanem az ügyről, illetve azokról a dolgozóinkról, akiket mi elkezdtünk ugye foglalkoztatni. A Maci Alapítványunk, ahogy nagyon sokan beszélnek róla, ugye 2012-ben azt mondta, hogy kérjük, vagy kezdjük el begyűjteni ismert embereknek a mackóit, hogy majd abból egyszer csinálunk egy kávézót. 4 évig dolgoztunk az árveréseken, és aztán megpályáztuk ugye a régi Vörös Marti mozit, átépítettük, tavaly megnyitottuk, és most 10 fogyatékossággal élő ember dolgozik. A jövőben tegnap is róluk szólt ez az árverés, és a következő árverések is majd róluk szólnak. Mennyi lett? Na, mondd, és hogy majd elmondjuk, mert tegnap nagyon el voltam keseredve egyébként, hogy nagyon sokan visszamondták, nem tudunk menni, lebetegedtünk, Ausztriába ragadtunk, stb. De a lényeg az, hogy akik ott csak voltak... Csak nem mondja, igazi újságíró, csak mondja. Ott voltak, és azért tényleg 10 millióval már nagyon elégedett lettem volna, de az a helyzet, hogy ez meg 2,5-szereződött, tehát összesen 25 millió forint gyűlt össze tegnap a jótékonysági maci árverésekből, ami nem csak kimondva hatalmas nagy szám és hatalmas nagy rekord a mi életünkben, hanem hogyha az ember ezt úgy számolja ki, hogy 16 darab maci elárverezéséből gyűlt az össze, hát akkor igazából rájött akkor arra, hogy elég drágák. Kik voltak a, mondhatom itt, sztármacik? A sztármacik, ugye 3 külföldi világsztárunk volt, és 13 hazai medve. Én azt hittem egyébként, hogy a Jamie Foxx, Jennifer Lawrence, Ashton Kutchernek a macia ilyen 4-5 millió forint között kelt el, de nem. Álljunk meg ennél, mindegy, majd visszarakják a kollégák. 1-1 millió forintért keltek el a macik. 3 rekorderunk volt, itt látható az egyik. Nyirasi Tibinek a macia, az aranycipője, 3 millió forintért kelt el. Aztán, ami szintén 3 millió forintért kelt el, az is szerintem egy nagyon-nagyon szép történet. Ő azt hiszem Jennifer Lawrence-nak a mackója volt. Nem látják a nézők, csak téged látnak ebben ja, a pillanatban. Segítek, egy tévében dolgozol egyébként. Nem, annyira megszoktam, hogy én mindig erről a monitorról szoktam puskázni. Meg de ugye Lovasi András macia is sok pénzért kelt. Ő is 3 millió forintért kelt. De ez egyébként csalódás volt? Nyilván az volt a legnehezebb. 3 millió forint? Nem, de. Hanem az, hogy amit a legnehezebb volt beszerezni, az amerikai sztárok maciai nem voltak annyira. Ez azt jelenti, hogy a magyar sztárokat szeretik a magyar emberek. De lehet tudni egyébként, hogy mitől megy jól egy maci? Próbáljuk egyébként minden évben nyomon követni, hogy kitapogatni a licitálóknak az ízlését, hogy mi lehet a nagyon-nagyon kúrens medve, de igazság szerint azt látjuk, hogy tényleg ők azt szeretik, ha olyan valós teljesítményt elért, akár hazai művésznek a mackóját árverezzük el, ami mögött is van érték. Mondok nektek egy példát. Szerintem a tegnapi licitálásnak a legérzelemdúsabb felajánlása az Charlie medvéjé volt. Mert ő odaadta azt a kis macit, ami ekkora egyébként, egy 15 centis kis barna medve volt, ami az ő feleségé volt. Charlie-nak a felesége 3 évvel ezelőtt hunyt el. Több mint 40 éven keresztül éltek boldog házasságban, és ez a maci majdnem 50 éves. Uh-huh. És képzeljétek el, hogy ez a medve, ami tulajdonképpen csak ránézett, mindig a felesége jutott az eszébe, ő ezt odaadta, és elárverezhettük. És ott volt Charlie, és nagyon sokan nem látták a nézőtéren, de ő sírt. Tehát ő konkrétan tegnap sírt a nézőtéren, amikor elárvereztük 2 millióért. Na, ha már az érzelmeknél tartunk, én téged nem láttalak még elérzékenyülve. De tegnap láttalak ott a pulpituson, amikor Töröcsi Mariról beszéltél. Nekem egyébként mindig összeszorul a szívem, és most is egyébként
tehát nekem erről nagyon nehéz beszélnem, mert ugye amikor mi elindítottuk ezt az alapítványt, és a Mari azt mondta, hogy Robert, én semmihez nem adtam eddig még a nevem, semmilyen civil kezdeményezéshez, de én szeretnék ennek az alapítványnak az alapítója lenni, akkor nekünk ez olyan nagy megtiszteltetés volt, hogy ez a mai napig nekünk egy pozitív értelembe vett teher. És annyira rossz dolog, annyira rossz érzés azt látni, hogy az idő mindenkin kifog, mindenkit megfog, ahogy múlik az idő, és hogy Törőcsik Mari, a mi alapítványunknak a büszkesége, az alapítója ugye kórházban van, és ugye hát nem voltál ott, de Emilia arra céloz, hogy a Marinak volt egy hangüzenete. Tehát amit üzent oda a licitálóknak, és mi azt lejátszottuk, és ott kétségtelen, hogy elérzékenyültem, igen, nem tudtad. Robi, én még jártam nálad akkor abban a bizonyos moziban, amikor ilyen szinte gumicsizmában, törmelék és sit között meséltél, hogy itt ez lesz, ott az lesz, aztán megvalósult a nagy álmod. De most befolyt ugye 25 millió forint. Elmondod azt, hogy mi lesz ennek az összegnek a sorsa? Nagyon sok fejlesztést szeretnénk megvalósítani a kávézóba. Ugye nekünk van egy régi mozitermünk is, és ennek a moziteremnek a digitalizációja körülbelül olyan 15-20 millió forintba kerül. Szeretnénk a teraszunkat is megcsinálni, szeretnénk a konyhánkat is fejleszteni, és hát ott vannak a dolgozóink, ugye pillanatnyilag 10, és szeretnénk 3 új dolgozót felvenni majd 2018-ban. Ez az egyik. A másik, ugye én arra is ígéretet tettem idén, hogy 2018-ban valahogy azért csak meg kellene nyitnunk a második Premier Kult kafét. Nem ilyen nagyot, természetesen, mint ami ott a Calvin téren van, mert ez 620 négyzetméter, hanem ennél egy kisebbet, más koncepcióval, más szintén üzenettel. Szintén a fővárosban? De igen, szeretnénk ott maradni a 8. kerületben, igen. Még egy picit arról mesél, hogy a főszereplők, tehát az alkalmazottak, az István, a Gyurci, a Gergő, a többiek, hogy érték meg a tegnapot? Ugye vannak köztünk Down-szindrómások, autisták, Asperger-szindrómával élők, értelmi sérültek, értelmi fogyatékossággal élők, és ők nagyon boldogok voltak. De nagyon izgultak, az látszott. Nagyon izgultak. Mondjuk szerintem nálamnál jobban senki nem izgult, de egyébként kétségtelen, hogy ők nagyon izgultak. És nekik azért tavaly is, idén is ez volt a fő attrakció. Tehát ők pontosan tisztában vannak azzal, hogyha jön a kávézóba egy ismert ember, te például jó lenne, ha Mácz eljönnél, akkor nekik ez akkora öröm és megtiszteltetés, és amikor ők ott állhatnak a színpadon, mint ahogy tegnap is ők ott álltak végig a színpadon mellettem, hogy velük aztán tényleg madarat lehetne fogadni, hogy ők ettől nagyon-nagyon boldoggá válnak, és egyébként nagyon várják az új kollégákat. Már tudod, kik azok? Nem, hát ez ki van adva egy alapítványnak, akik kimondottan fogyatékkal élők munkaerőpiaci elhelyezésével foglalkoznak, a Szalva Vita alapítványról van szó, és nekünk ők küldik általában az embereket, igen. Robi, beszélgetésünk véget ért, és tudod, hogy sok riportalanynak mondjuk ezt, mégis, hogyha azt mondanád, hogy nagyon röviden össze lehetne foglalni, mi ebben a legjobb, akkor mit mondanál? Ebben az a legjobb, hogy olyan embereknek adunk munkát, akik nagy valószínűséggel sehol nem dolgoznának, vagy dolgozhatnának. Szuper vagy, megtudtuk ma, hogy mit jelent az, hogy kurrens medve, felírtam magamnak. Hogyha nem tudtak macira árverezni, akkor szerintem menjenek el a Calvin térre, és igyanak meg egy kávét, hiszen pontosan tudjuk, hogy azzal is ezt a nagyszerű kezdeményezést támogatják. És? Csináljanak cipős dobozt is? Cipős dobozt is csináljanak majd. Robi, nagyon-nagyon büszke vagyok rád, köszi szépen. Nagyon kedvesen vagytok, én is gratulálok és drukkolok nektek, amiben kell, én is segítek nektek, a Szenci Sanyéknak, meg a kampányban, és szeretném még egyszer megköszönni az összes licitálónknak, vendégünknek, felajánlónknak, hogy így segítették 2017-ben a Fogadj Örökbei Macit alapítványt, Törőcsik Marinak pedig továbbra is jobbulást kívánunk az egész alapítvány, az összes dolgozónk nevében. És a mi nevünkben is. Köszönjük. Így van. Köszönjük.